maniac. Sziasztok! Ebben a vlogban egy nyaralós napunkat követhetitek végig Dél-Olaszországban, pontosabban Polignano a Máréban vagyunk. Itt szálltunk meg, viszont Báriba érkezett a repülőgépünk közvetlen járattal Budapestről. És bár ez a vlog ezt már nem mutatja, de levonatoztunk, nagyjából fél óra volt, és másfél euróba került maga a jegy. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy Báriból keressen kisvárosokat, amiket tényleg kocsibérlés nélkül vonattal nagyon egyszerű megközelíteni. Az utazásunk 6 napos volt, és különböző városokat bejártunk vonattal, úgyhogy ezekről még lesz egyébként vlog, illetve hogyha esetleg lemaradtatok volna, akkor Instagram highlightban is visszanézhetitek a megosztott sztorikat. És most irány tovább, még egy emeletet a konyhába. Ja. Nagyon közel voltam az élesség. Kis konyhánk. Kis mostunk. És az erkélyünk. Ja, meg kint szárad minden. Amúgy kimostam a tegnapról a... Pár alapinfó még az utazásunkról, az egyik az az, hogy a baráti társaság, akikkel vagyok, aki nagyon-nagyon régóta követi a YouTube csatornámat, azt talán láthatta már a többieket, ugyanis még a gimis időszakban, vagy a gimivel ismerem őket, és annó nagyon-nagyon sokat utaztunk együtt, általában olcsóbb destinációkra, mint például Albánia vagy Macedónia. És az utóbbi években ugyanúgy barátok maradtunk, meg jobban maradtuk és tartottuk a kapcsolatot, viszont mindenki volt külön Erasmuson, Geri ki is költözött egyébként Amerikába, és még jelenleg is ott tanul, csak most jött haza pár hónapra. Szóval a lényeg az, hogy így nagyon sokféle helyen jártunk különböző időben, de a barátság megmaradt. És most ezért is nagyon különleges mindannyiunk számára, hogy egy ilyen szép helyen lehetünk együtt, mert hogy nagyon ritkán tudunk így négyen egyszerre találkozni, és főleg nyaralni. Szóval évek óta nem volt erre alkalom, és ezért most mindenki nagyon-nagyon lelkes és boldog. A másik dolog pedig, hogy ugye a szállásunk Polignanóban van, azért döntöttünk így, mert ez Bari és Monopoly között található, és rengeteg strandolási opció van, mármint hogy több különböző strand is van a parton, illetve maga a város is minden nagyon-nagyon tetszett nekünk, úgyhogy ezért úgy gondoltuk, hogy a legtöbb napot azt itt fogjuk tudni eltölteni, és akkor a többi városban pedig majd csak egyet-egyet. Na szóval, itt van minden, amit most viszek magammal a partra. Van itt a törülköző, illetve ez lesz ugye a pokróc, amin ki tudunk feküdni, és papucs, napszemcsik, víz, és ugye a legfontosabb a fényvédők és a naptejek, amit folyamatosan majd újra kenünk. Emlékszem, hogy gyerekként sosem vettem elég komolyan a naptej használatot, amikor anyukám figyelmeztetett a nyaralások során. Viszont most, hogy felnőttem, már nem tudom elképzelni a naptej és a fényvédő nélkül, főleg a nyaralás, de igazából a mindennapokat. Mindenképpen olyan terméket keressetek, ami az UVA és UVB sugárzás ellen is véd, ugyanis mind a kettő növelheti a bőrrák kockázatát. Az UVA sugarak ugye a bőr idő előtti öregedését okozzák, míg az UVB sugarak pedig a leégésért és a barnulásért felelősek. Na is rendeltünk tegnap egyébként, ez Polignanónak így a legnépszerűbb partszakasza, mint látjátok. Itt a híd túloldalán kell lelépkedni a lépcsőkön, és akkor lehet viszonylag könnyen megközelíteni. Viszont most ugye szombati nap van, úgyhogy viszonylag sokan vannak, ezért máshova fogunk tovább menni. Mindenki szárad.
itt tök jó, mert a sziklákon egy kicsit kilesétáltunk, akkor ott voltak olyan kövek, amiről sikerült beugranunk a vízbe, illetve kimászni is, úgyhogy nagyon-nagyon feelinges. Egyébként rengeteg itt a fiatal, és rengeteg az olasz is egyben. Úgyhogy ez szerintem ez tipikusan az a part, ahova inkább ugye a helyiek jönnek, vagy azok, akik több alkalommal szoktak ide látogatni, és nem feltétlenül olyan nagyon turistás. De ezen kívül ugye rengetegen vannak, ugye nagyon meleg van, és a víz pedig jéghideg. Szóval gyorsan megszáradunk, és aztán újra kenjük a fényvédőt, illetve a naptejet magunkra. Ugye azt mondanom sem kell, hogy ti is arra figyeljetek, amikor napoztok, vagy így konkrétan vízbe mentek, hogy utána mindenképpen kenjetek mindent újra. Most van délután 3, és elindultunk egy fagyizót per kávézót keresni, hogy egy kicsikét feltöltődjünk. Eléggé fúj a szél, szóval elnézést, hogyha az eddigi beszédemben nagyon belefújt volna. Az óriási meleg miatt most próbálunk egy kicsikét majd árnyékba vonulni, mert amint láttátok, azért az előző helyeken így a sziklákon nagyon-nagyon kevés árnyék volt, sőt szinte semennyi sem. Ennek igazi ilyen pisztácia íze van. Te nem elcélt, ugye? Nem hiszem, nem kérdeztem meg, hogy teljes-e. Nem. De szóval már meg vagyok. Ez nagyon komoly. Mostantól nem szeretem. De pár óra az ott, hogy visszajöttünk, mindenki egyesével lezuhanyzott, illetve pihentünk egy kicsikét, letöltöztünk, és akkor most rákészülünk az estére, ami ugye szeretném még egy naplementében kicsikét sétálgatni a városban, közösen vacsorát főzni, és utána pedig elmegyünk valahova iszogatni. Ami pedig eléggé izgi lesz, az, hogy a lányokkal egymást sminkeltük tegnap is, vagy pontosabban Dóri, aki nagyon-nagyon jól tud sminkelni, ő sminkelt ki engem is, és Fannit is. Na még a sminkelés előtt fényvidőt fogok felvenni az arcomra, ugyanis ugye továbbra is a napfény még éri. Eddig ugye a nap folyamán a La Roche-Posay-nak az Antelios fényvidőjét használtam. Ez ugye sokkal folyékonyabb és láthatatlan a bőrön, ezt a hidratáló krémre szoktam rátenni. Ez pedig krémes állagú, és hidratálja is a bőrömet, úgyhogy ezt például én a mellkasomra, illetve így a nyakamra szoktam általában használni. Az arcápolási rutinomnak ez minden egyes nap egyébként az utolsó része, szóval nem csak nyáron, nem csak nyaraláskor, hanem az év 365 napján ugye használunk fényvédőt. Most pedig, amit használni fogok, mint a sminkemnek az alapja, alapozó helyett, mert nincsen kedvem most alapozni, se korrektort használni. Az ugyanúgy ez az 50-es PFS fényvédő lesz, viszont ez színezett. Úgyhogy, amit látjátok. És erre majd csak egy kis púdert fogok feltenni, azután pedig Dóra fogja majd folytatni a sminkemet. Ezek a fényvédők pedig ugye homok és vízállóak természetesen. Viszont értelemszerűen, hogyha az ember megizzad, vízbe megy, eltelik jó pár óra, akkor mindig újra kell őket kennie, ahogyan ugye azt mi is ma tettük. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy.
környező városok közül szerintem Polignano a Márének az óvárosa magasan a legszebb. Minden este elmentünk egy kisebb sétára, nem csak azért, mert a házak és az utcák annyira hangulatosak és szépek voltak, hanem azért is, mert minden utca végén valahogyan a tengerhez jutottunk ki, vagy legalábbis egy olyan kilátóhoz, ami a tengerre nézett. Itt fentről pedig a híres étteremre is ráláttunk, ami ugye a sziklákba épült. Na, átjöttünk az óvároson, és sétáltunk egy nagyot, csodálatos az egész város, szóval az óriási naplementés sétákat, azokat mindenkinek javaslom, hogyha esetleg erre járna. Nagyjából egy órát töltöttünk kint, és most el fogjuk készíteni magunknak a vacsoránkat, aztán pedig még kijövünk italozni majd így az óvárosnak az egyik kis terére. Na most már tartunk vissza a szállásunkra, hogy aludjunk egy nagyot, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, és találkozunk akkor legközelebb. Sziasztok!